Ezen túl fizetni kell majd a parkolásért a Múzeum utcában és a Rákóczi út, Szabadságtér és Teleki utca közötti szakaszán is. A parkolójegyek mobiltelefonnal is megvásárolhatóak. A parkolójegy kiadó automaták oldalára matricákat helyeztek ki, amelyek tartalmazzák a parkolás indításához és leállításához szükséges telefonszámokat, zónakódokat, valamint a mobil applikációk letöltéséhez szükséges QR kódot. A fizető parkoló továbbra is egy zónával működik, azaz bármely automatában vált kiváltott szelvény, mobil parkolás vagy bérlet érvényes az övezetbe bevont utcák összes parkolójában. Az új parkolókhoz két automatát helyeztek ki, az övezetet tábla jelzi. Az egy órára első parkolási díj összege változatlan, továbbra is mindenhol 200 forint. Az új övezetekben holnaptól kell fizetni a parkolásért, ám a szombati napok díjmentessé válnak. A fizető parkolók üzemelési ideje hétfőtől péntekig reggel 7 órától este 6 óráig tart. Kedvezményes bérletet a lakók, üzlettel rendelkezők, valamint az üzletben dolgozók vehetnek igénybe. A nyugdíjas bérlet a nyugdíjszelvény bemutatásával igényelhető. További információkért forduljon a Várvag Nonprofit Kft. ügyfélszolgálatához. Az önkormányzat a parkolásból befolyt összeget a parkolók és utak karbantartására fordítja. A fizetési morát tapasztalatok szerint egyre jobb, legalábbis erről árulkodnak az adatok.